Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a ragyogó decemberi szombati délelőttünkön, és külön szeretettel és megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm az érdeklődő szülőket, és köszöntelek titeket is, kedves gyerekek! Örülök, hogy itt vagytok, eljöttetek hozzánk, hiszen én úgy tudom, iskolába készültök. Ki az, aki várja már az iskolát? Na, ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen, leteltitek a kezeteket. És ki az, aki várja a Mikulást közületek? Ó, nagyon örülök ennek is, mert elmondhatom, hogy a mai délelőttön ismerkedhettek az iskolával, ahová majd szeptembertől járni fogtok, és én úgy hallottam, hogyha mindenki jó lesz, még a Mikulás is ellátogat hozzánk. A szülőkhöz fordulok ismét. Kedves szülők, önök egy fontos döntése előtt állnak, gyermekük iskolás lesz. Lehet, hogy már van a családban iskolás gyermek, de ha ő az első, vagy akár hanyadik a sorban, ez a gyermek és szülők számára egyaránt egy fontos döntés. Örülök annak, hogy érdeklődnek iskolánk iránt, és most meg szeretnék ismerni, bepillantást tekinteni abba, hogy ebben az épületben milyen körülmények is mi vár a gyermekükre. Én a mai délelőtre mindenkinek nagyon kellemes nézelődést, kellemes délelőttöt kívánok, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, és itt vannak. Hadd mutatkozzam be, V. Gábor vagyok, a Szegedi Kis István Református Intézmény általános iskolai részének vezetője. Köszöntöm a gyermekeket én is, és köszönöm a szülőknek, hogy ilyen szép számmal érdeklődésükkel megtisztelik rendezvényünket. Mielőtt majd Fekete Józsefné Marika néni ismertetné a gyerekekkel részletesen a délelőtt programját, nagyon röviden egy tájékoztatást hadd adjunk arról, hogy intézményünkben a következő tanévben hogyan és milyen formában tervezzük az első osztályok indítását. Én majd kollégáimat arra szeretném kérni, hogy mikor bemutatom őket, akkor röviden ide jöjjenek ki, és akkor néhány gondolatot magukról, közös munkájukról mondjanak el. Mint önök azt bizonyára tudják, intézményünk két alsó tagozaton működik, és jelen pillanatban a Rákóczi úti alsó tagozaton tartózkodunk. Itt a következő tanévben két osztály beindítását tervezzük. Az első A osztályban a tanítónők Barica Lajosné és Ladányi Anita lesznek. Kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be. Én nagyon röviden szeretnék csak bemutatkozni, hiszen várjátok már nagyon ezt a délelőttöt, és ne húzzuk az időt. Ani néninek hívnak, és Anita nénivel fogunk itt ebben az épületben első osztályt kezdeni. Iskola otthonos formában fogunk dolgozni, ami azt jelenti, hogy én tanítom az olvasást, írást, környezetet és az éneket. Délelőtt, másnap délután ugyanezeket a tantárgyakat gyakoroljuk, így lehetőség nyílik a képességfejlesztésre, esetleg a tehetségfejlesztésre is, tehát sokkal lazább forma ez, mint egy napközi otthonos oktatás. Elmondta igazgató úr is, hogy mindenkinek ez egy nagyon nagy döntés, illetve egy elvárás az iskolába lépés. Ugyanúgy a pedagógusoknak is, mi is nagy kihívásnak tekintjük, és én, mint gyógypedagógusként is dolgoztam sokáig, azokat a tapasztalatokat, ismereteket mindenféleképpen bele fogom vinni a oktatásba, és szeretettel várunk minden érdeklődő gyereket. Illetve még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy a szülők támogassák a mi munkánkat, hiszen csak így tudunk sikereket elérni. Köszönöm szépen! Ladányi Anita vagyok, Anita néninek szólítanak a gyerekek, és ugye Anival párban iskolaotthonos formában fogjuk elkezdeni szeptembertől a tanévet. Az én tantárgyaim lesznek a matematika, a testnevelés, a rajz és a technika, és minden tantárgynál fontosnak tartom, hogy játékos formában ismerkedjenek meg a gyerekek az előttük álló tudással, és így szerezzenek nagyon sok ismeretet, így jussanak az ismeretek birodalmában. És Anihoz hasonlóan nagyon fontosnak tartom szintén, hogy a szülőkkel együttműködve, összedolgozva tudjuk megoldani az előttünk álló feladatokat, esetleges problémákat és kihívásokat. Rákóczi úti alsó tagozat
következő tanévi képzési kínálatát annyival ki szeretném egészíteni, hogy tervezünk egy sportosztály indítását, hiszen intézményünk jó kapcsolatot ápol a városi sportegyesületekkel, velük együttműködési megállapodásaink is kötettek a múltban, és a kezdeményezésünk mellé állt a Békési Férfi Kézilabda Klub. Mint önök bizonyára tudják, nagyon sikeres utánpótlás nevelő munkát folytatnak évek óta. Ennek az egyik alappillére az óvodai kézilabda. Az óvodás gyerekekkel szerettetik meg itt ezt a sportágat. Mi azt szeretnénk, hogyha ezeknek a gyerekeknek egy folyamatos képzést tudnánk biztosítani, együtt tudnának maradni, és azok a szakemberek, akik jelenleg ismertetik, megszerettetik velük a kézilabdát, továbbra is mellettük velük tudnának dolgozni, így a gyerekek tehetségére, fejlődésére még jobban tudnának figyelni. Tehát a sporttagozatos osztályunk indítását a következő tanévben itt tervezzük a Rákóczi úti alsó tagozaton, és meg szeretném kérni Polgár Zoltánt, a Békési Kézilabda Kft. Ügyvezetőjét, hogy néhány gondolatot ezzel kapcsolatban osszon meg velünk. Polgár Zoltán vagyok a klubnak a vezetője, és egy másik oldalamról pedig a Békési Református Egyház presbitériumának egyik tagja. Szóval két minősítésben is látom az iskolának a dolgait. Maga a sport, ugye nem akarok hosszan beszélni, inkább a szülőköz néhány szót, mert sokszor vannak azok a gondolatok, amikor azt mondjuk, hogy tanulás és a sport hogy fér össze egymással. Hát jelentem mindenkinek, hogy nagyon összefér. Ha visszanézünk a régi életünkre, 25 éve ezelőtt is összefért, és most is. 5 évvel ezelőtt kezdtük el a nagycsoportos óvodásoknak a úgymond foglalkoztatását, edzését. Hát itt nagyon sok ismerős arca találkozok, nagyon sokan járnak. Ugye egyelőre fiúknak tartjuk, de a közeljövőben el fogjuk indítani lányoknak is. Szóval azoknak a nagycsoportosoknak tartunk, akik iskolások lesznek. 5 éve van egy együttműködési megállapodásunk az iskolával, méghozzá 9-től érettségiig. Azért jött ez a gondolat, hogy teljesen az óvodától az érettségiig, ami most már az iskolának is az egyik szlogenje, és a kézilabda klubnak is a szlogenje volt még az indulástól kezdve, párosuljon, és aki ide hozza a gyermekét akár óvodától, teljesen érettségiig egy iskolába végigjárhat. Hogy mennyire függ össze a tanulás a sporttal. Hadd mondjak el példát. Most fejeztük be a 4 évek, ugye ahogy mondtam, 4-5 éve ezelőtt kezdtük el a sportosztályt a 9. osztályban. Most érettségiztek az első gyermekeink, akik sportosztályban vannak, és a sportolók tették az egyik legjobb érettségi vizsgákat. Mindegyik gyermekünk főiskolára jár. Ez azt gondolom, hogy elég komoly bizonyíték arra, hogy a sport a tanulással abszolút összeegyeztethető. Természetesen első osztályban nem abba kell gondolkodni, hogy most én, mint kézilabda vezető itt vagyok, és akkor kézilabdáznak majd a gyerekek. Sportosztályról beszélünk, fiúkról, lányokról egyaránt. Mi 2 óvodapedagógussal, 1 tanítónénivel és 2 testnevelő kollégával végezzük a nagycsoportos gyerekeknek a foglalkozását. Ezek az emberek, mindenki az osztály mellett marad, szóval tovább követjük, bejövünk az iskolába, órákat fogunk tartani, edzéseket, foglalkozásokat fogunk tartani. Ebbe az épületbe, és ez öröm számunkra, hogy ebbe az épületbe leszünk, egy külön tornateremmel, külön szertára, egy teljesen felszerelt szertára itt lehetünk és segíthetünk, és úgymond nem titkolt szándékunk, hogy egyszer majd nagy sportoló, válogatott játékosokat nevelhetünk, és akkor elmondhatja majd az iskola, hogy tőlük indultak. Szeretném kérni a Petőfi úti alsó tagozatról kollégáimat, hogy röviden ők is mondjanak magukról néhány gondolatot. Első A-osztályban Mészáros Gáborné és Vigné Petneházi Eszter tanítónénik fognak kezdeni a következő tanévben. Szeretettel köszöntjük a megjelent szülőket, gyerekeket, érdeklődőket. Mészáros Gábornénak hívnak, 33 évi tapasztalattal fogom elkezdeni a lendő első osztályomat, ahogy intézményvezető mondta, a Petőfi utcai iskola egységben, Eszterkével. Mi napközis oktatási formában fogunk dolgozni. Ez azt jelenti, hogy délelőtt tanítom a tantárgyakat a testnevelés és az ének kivételével,
és Eszterke lesz az, aki a munkámat a délutáni felkészülésekkel segíti és kiegészíti. Ez az oktatási forma, ez most számunkra úgy gondoljuk, hogy megfelelő lesz, hiszen majd Eszterke is elmondja, hogy neki van egy aranyos tündéri kisfia, és akkor így ketten maximálisan meg tudjuk oldani a ránk háruló feladatokat. Célunk az, hogy megszerettessük, megkedveltessük a hozzánk érkező gyerekekkel az iskolát, a tanulást, fölkészítsük és olyan alapokat nyújtsunk nekik, 4 évre tervezve, hogy arra bátran építhessenek, figyelembe véve azt, hogy minden gyerek más, egyéni. Nagy figyelmet szeretnénk fordítani azokra a gyerekekre, akik valamilyen képességterületen jobbak az átlagosnál, segíteni a munkájukat mi is, és a rendelkezésünkre álló képességműhelyek is segítik a munkánkat ebben, valamint a nehézségekkel, gondokkal küzdő gyerekeket segítenénk felzárkóztatni és fejleszteni. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, szintén egész délelőtt itt leszünk, ha valaki úgy gondolja, nagyon szívesen válaszolunk a kérdésekre. Köszönöm szépen. Vigné Petnázi Eszter vagyok, Eszter néninek hívnak, 10 éve dolgozom az iskolánkban, kezdetben mint napközis nevelő, majd később évekig osztálytanítóként dolgoztam. A műveltség területem a testnevelés, fontosnak tartom nagyon a mozgást. A leendő elsősöknek is testnevelést fogok tanítani, emellett segítem a délutáni felkészüléseket, ahogy Anna néni már elmondta. Évekig vezettem tömegsportszakkört az alsó tagozatos diákok számára, ennek a középpontjában a játékosság állt, és ezt mindig is igyekeztem beilleszteni a hétköznapjainkba is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek megtanuljanak egymáshoz alkalmazkodni, és a megfelelő motiválás segítségével igyekezzenek betartani a szabályokat, és emellett családias légkört igyekszünk biztosítani számukra. Nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk a leendő elsősöket. Mindent megteszünk azért, hogy szeressenek iskolába járni, hogy jó kis osztályközösség alakuljon ki, és a képességeiknek megfelelően sikereket tudjanak elérni minden téren, amiben tudnak. Köszönöm szépen! És a Petőfi úti alsó tagozat másik első osztályában, az első B osztályban Patakiné Hancár Mónika és Kiskovács Sántáné Kiskovács Györgyi tanítónénik fognak kezdeni a következő tanévben. Benneteket is megkérlek, hogy mutatkozzatok be. Patakiné Hancár Mónika vagyok, Móni néni. 1999-ben friss diplomásként kerültem intézményünkbe. Kezdetben felső, majd alsó tagozatban napköziben dolgoztam, és már néhány éve osztályfőnökként végzem munkámat. Nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy megadjam azokat a kellő alapokat, amikkel a gyerekek majd a felső tagozatban, meg későbbi tanulmányaik során boldogulni tudjanak. Óráimat igyekszem színesíteni mozgással, mesével, mondókákkal, játékos feladatokkal, hogy szeressenek a gyerekek iskolába járni, hiszen az már egy nagyon jó, hogyha örömmel kezdjük a tanévet, örömmel járunk iskolába, hiszen akkor sokkal egyszerűbb minden tanulás. A szeptemberi iskolakezdést kolléganőmmel, Sántáné Kiskovács Györgyivel fogjuk kezdeni, akivel az elmúlt 2 évben dolgozunk együtt, és nagyon hatékonyan tudunk, úgy érzem, együtt dolgozni. Iskola otthonos formában fogunk tanítani, és nagyon nagy szeretettel várunk minden első osztályba érkező kis diákot a Petőfi utcai alsó tagozaton, és akkor át is adnám a szót Györgyikének. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, titeket is, kedves gyereket és a kedves szülőket is. Sántáné Kiskovács Györgyi vagyok, Györgyi néninek szoktak szólítani a gyerekek. Röviden annyit szeretnék magamról elmesélni, hogy én 16 évvel ezelőtt végeztem Békés Csabán, mint tanítónéni, testnevelés speciálkollégiummal, illetve gyújtestnevelést tanultam mellette. Miután elvégeztem a tanítóképzőt, akkor Budapestre kerültem dolgozni. Ott egy osztályt kísértem el első osztálytól 4. osztályig, és ekkor lehetőségem adódott, hogy hazajöjjek szülővárosomba, Békésre. Azóta vagyok intézményünk dolgozója. Először, mint napközis nevelő dolgoztam, majd osztályfőnökként
kísértem végig az osztályokat. Utána megszületett két kisgyermekem, és néhány éve újra munkába álltam. Így most Móni nénivel alkotunk egy párt. Nagyon szeretünk együtt dolgozni, jól kiegészítjük egymást, én úgy érzem. És a következő tanévben szeretnénk együtt vinni az első B-osztályos gyerekeket. Én matematikát fogok tanítani a gyerekeknek, és majd több más tantárgyam is lesz. Móni néni pedig a magyar tantárgyat fogja főtantárgyként vinni. Nagyon szeretném, hogy sok kisgyermekünk legyen, és jól érezzék magukat nálunk, mert ez a legfontosabb, hogy örömmel induljanak minden egyes nap hozzánk. Köszönöm szépen! Átadnám a szót Fekete Józsefné Marika néninek, aki elmondaná, hogy a délelőtt folyamán itt a gyermekekre mi is vár a továbbiakban. Kedves gyerekek, egy Mikulásváról játszóházba hívtunk titeket. És addig, amíg a Mikulás megérkezik, sok-sok játék és meglepetés vár rátok. Bizonyára, amikor megérkeztetek, éreztétek a lebegőben ezt a nagyon finom mézes kalács illatot. Ha szeretnétek mézes kalácsot készíteni, szaggatni, díszíteni, sütni, arra is lehetőségetek lesz majd itt a szomszédos tanteremben. Edina néni már nagyon vár benneteket. És addig, amíg sül a mézes kalács, kipróbálhatjátok a fajátékokat is. De ha ilyen Mikulás fejet szeretnétek, szeretnétek a kezetekre ilyen Mikulás fejet? Arra is lehetőség lesz, majd Andrea néni és Ildikó néni odavarázsolja a kis kezetekre. De ha netalántán kézműveskedni szeretnétek, akkor ezt a hóembert is elkészíthetitek. Ebben Zita néni és Kati néni segít majd nektek. De ha netalántán szeretnétek kipróbálni a trambulin, arra is lehetőségetek. Ki az, aki szeretné kipróbálni? Akkor ők majd a tornaterembe látogassanak el, ott Andrea néni várja őket. És annyit ugrálhattok, amennyit szeretnék. És még azt nem mondtam, de most mondom, gyerekek, hogy a Mikulás 11 órakor érkezik. Úgyhogy 11 óra előtt 5 perccel ide várunk titeket édesanyával együtt. És már nekem telefonál. Elindult nagyon-nagyon sok ajándékkal, és 11-re ide fog érkezni. És hogy vidáman kezdjük a napot, énekeljünk egyet Norbi bácsival, szeretném kérni a tanítónénik, anyukák, apukák, gyerekek segítségét.